Az elején hadd tegyek föl egy kérdést. Az evangéliumokban, Máté, Márk, Lukács, János evangéliumában mi volt mindig Jézus tanításának a középpontjában? Miről tanított a leggyakrabban? Mi volt a tanításának a középpontjában? Sokan mondanák azt, hogy az evangélium, ugye? Tehát Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma. Az evangéliumról tanított Jézus. De ugye nem csak az evangéliumról tanított Jézus, csupán az evangéliumról, hanem az Isten országának az evangéliumáról. Az Isten királyságának az evangéliumáról. És erről fog szólni ez az igehirdetés, hogy mit jelent a királyság evangéliuma. Hadd olvassak fel néhány igeszakaszt az evangéliumokból, és a Máté 4, amikor így olvattuk a 4.23-ban, hogy bejárta Jézus egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. És itt látjátok itt a példa, hogy így írja Máté, hogy hirdette nem csak az evangéliumot, hanem a mennyek országának az evangéliumát. Aztán a Lukács 4.43 szintén, ő azonban ezt mondta nekik, más városokba is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. Tehát itt is hangsúlyos az, hogy az Isten országának evangéliumát hirdette Jézus. Aztán a Máté 24.3-14-ig, ezt felolvasom most az egészet, mert ez összefügg. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És kiemeltem itt is, hogy Isten országának az evangéliumát, ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon. Látjátok tehát, hogy Jézus nem csak az evangéliumot hirdette, hanem az Isten országának az evangéliumát hirdette, a királyság evangéliumát. És mi is, ugyanígy, mint Jézusnak tanítványai, követei, ezt az evangéliumot vagyunk hivatottak hirdetni, az Isten országának az evangéliumát minden nép között. Na de akkor térjünk a tárgyra. Mi is az Isten országának az evangéliuma? Mi is ez az evangélium? Azt hiszem, hogy mindjárt egyetértenétek velem abban, hogy manapság különösen is egyre jobban elterjedőben van az evangéliumi kifejezés. Ugye evangéliumi gyülekezetekről beszélünk, evangéliumi igehirdetésekről nagyon gyakran beszélünk, illetve evangéliumi könyvekről sokról tudunk, amelyeket így hirdetnek, hogy evangélium központú könyvek, vagy evangéliumi témájú könyvek. És ez mind nagyon jó, és én magam is, tudjátok rólam sokan, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok ennek az evangéliumi mozgalomnak. Mivel az én hitbeli növekedésemben is nagyon nagy szerepe volt annak a megértésének, hogy mi is az evangélium valójában. Mégis, amikor az evangéliumról, a legtöbbször az evangéliumról beszélünk, sajnos nagyon gyakran meg sem közelítjük azt, ami a Biblia ért az evangélium, az Isten királyságának evangéliuma alatt. Azért,
Mert nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy leszűkítjük az evangéliumot. Egy-egy aspektusára szűkítjük, vagy egy-egy áldására szűkítjük le, hogy fókuszálunk az evangéliumnak, ahelyett, hogy az egész evangéliumot egészében a szemünk előtt tartanánk. Ne értsetek félre, nem arról beszélek, hogy rossz az, hogyha az evangéliumnak egy-egy áldására, vagy aspektusára fókuszálunk. Inkább az a rossz, amikor nem látjuk a tágabb kontextust, hogy mi is a királyság evangéliuma. Egy példával, ha szemléltetni akarnám, talán ha egy filmről beszélnék, vagy azt mondanám, hogy nézzünk meg egy filmet, és akkor beülnétek ide, én elindítanám a filmet, de csak 2 másodperces szakaszokat mutatnék meg nektek a filmből. 1-2 másodpercet az elejéből, 2 másodpercet a közepéből, és 2 másodpercet, mondjuk 3 másodpercet a végéből. Értenétek, hogy miről szól a film? Lehet, hogy lenne fogalmatok arról, hogy most ez egy drámai film, vagy inkább egy valami szerelmi történet, vagy egy akciófilm, vagy nem tudom, vagy egy 3-dimenziós animált film, de nem látnátok, nem tudnátok, nem értenétek azt, hogy a film miről szól. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a Biblia egészét, az evangélium egészét, az Isten királyságának evangéliumának egészét egybe értsük, és lássuk ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről is szól, nem pedig csak ugye jelenetekre kell, hogy fókuszáljunk mindig. És ez azért fontos, mert amikor nem látjuk és nem értjük az evangélium egészét, azaz az Isten országának evangéliumát, azzal igazából hátráltatjuk az evangélium erejét, nem csak az életünkre nézve, a saját életünk átformálására nézve, vagy arra tekintettel, hanem a misszióra tekintettel is hátráltatjuk az evangélium erejét. Hiszen a missziót is szintén az evangélium ereje kell, hogy hajtsa. És legalább 6 módja van, ennél sokkal több módja van, de én legalább 6-ot most hoztam, vagy próbáltam ezt a 6-ot, a legáltalánosabbakat példaként nektek megmutatni. Tehát 6 módja annak, ahogy leszűkítjük az evangéliumot. Az első az, és szerintem a legáltalánosabb, vagy a leggyakoribb, amikor az evangélium nem más, mint az én személyes üdvösségemnek a jó híre. Az én személyes üdvösségem jó híre. Hogy az evangéliumot elmondom valakinek, hiszed-e vagy nem hiszed, ha hiszed, akkor mondd el ezt az imádságot, ha elmondtad az imádságot, akkor neked üdvösséged van, megvan a jegyed a mennyországban, de te már megnyugodhatsz. Ha meghalsz, nem lesz semmi bajod, mennybe kerülsz. És ez nem hazugság, mert az evangélium az valóban a mi üdvösségünknek a jó híre, de sokkal többről szól az evangélium, mint az én vagy a te személyes üdvösséged. Ezentúl nagyon gyakran az evangéliumot leszűkítjük egy történelmi eseményre csupán. Például, amikor a keresztet hangsúlyozzuk, Jézusnak a keresztjét hangsúlyozzuk, hogy az az evangélium, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és akkor ennyi. Tudjuk azt, ugye, hogy Jézus fel is támadt, de azt már annyira nem szoktuk hangsúlyozni, mindig a halálára fókuszálunk. És valóban igaz, hogy Jézusnak a halála rendkívül fontos és központi jelentőségű esemény az evangéliumban, de ez nem a teljes evangélium. Van létjogosultsága annak, hogy a keresztet Jézus életének, mint egy fontos momentumát kiemeljük és kihangsúlyozzuk, például egy evangelizáció vagy egy biblia tanulmányozás alkalmával, de sohasem szabad úgy tekintenünk Jézus halálára, mintha ez lenne maga az evangélium. Mert ezzel gyakorlatilag szétválasztjuk Jézus életének, ugye halálának és feltámadásának az együttes jelentőségét, amikor csak magára a keresztre fókuszálunk. Jézus földi szolgálata Isten országának erőteljes bemutatása volt, az egész szolgálata. Amikor a földre jött, megszületett onnantól kezdve, hogy meghalt, majd feltámadt, majd fölment a mennybe, az egész szolgálata az Isten országának erőteljes bemutatása volt. Ugye halála a bűn, Sátán, a démoni fejedelemségek és a halál uralmának megtörése volt, feltámadása pedig Isten az egész teremtett világra kiterjedő, megújító, újjáteremtő munkájának a kezdőpontja volt.
És mind három esemény szorosan összekapcsolódik egymással az Isten országának, evangéliumának szempontjából. Tehát ezért veszélyes az, amikor csak egy eseményre, azaz a keresztre fókuszálunk. Aztán nagyon gyakran az evangéliumot, vagy az evangéliumot azt értjük, Jézus helyettes áldozata csupán. Ha valóban központi jelentőségű, ugye a kereszthalálnak a helyettes áldozat szempontja, vagy aspektusa, ez mégsem egyenlő az evangéliummal. Mivel az evangélium ennél sokkal, de sokkal több. Ez egy nagyon-nagyon fontos eleme, de ennél sokkal több. Aztán az evangélium nagyon gyakran leszűkül, vagy leszűkítjük csupán néhány áldására az evangéliumnak, mint például a megbocsátás. Tehát ugye, megint mondom, ez nem rossz, hogyha erre fókuszálunk, de hogyha csak erre fókuszálunk, és csak ezt értjük az evangélium alatt, hogy Isten nekem megbocsátott, akkor megint nagyon távol vagyunk az evangélium teljességétől. Isten nem csak a lázadásunkat bocsátotta meg, nem csak a bűneinket törölte el, ez csak az egyik része, a kezdete az evangéliumnak. Ennek tetejében mit tett még Isten értünk? Ami még talán ennél is fontosabb, igaznak nyilvánított bennünket, szentnek, tökéletesnek nyilvánított bennünket. Ez a megigazulás. És mindkettő, a megbocsátás, a megigazulás is hihetetlenül fontos, és nagyon-nagyon fontos személyes aspektusa az evangéliumnak, ám ez még csak a kezdet. Kezdete azoknak az áldásoknak, amik mind a miénk az evangéliumban. És a reformáció idejében valóban kiemelt fontosságú volt az evangélium ezen áldásának, vagy áldásainak újra felfedezése, hiszen a sötét középkorban ezek mind feledésbe merültek. De mégis, hogyha csak ezekre fókuszálunk, és én úgy érzem, hogy hajlamosak vagyunk a mai 21. századi kereszténységben, hogy csak a személyes áldásokra fókuszálunk az evangéliumban, akkor megint hibát követünk el, hiszen távol vagyunk attól, ami az evangélium. Ötödik. Az evangélium nagyon gyakran lehet csak a mennybe jutásunknak a jó híre. Ugye az evangélium nem szól másról sokszor, vagy sok helyen, mint arról, hogy a mennybe jutunk. Hogy a mennybe jutunk. Mintha a menny lenne a végállomás. Persze, hogy jó hír, hogy akik Krisztusban halnak meg, a jelenlegi mennybe kerülnek, azaz oda kerülnek az Isten jelenlétébe, az Isten színe elé, de a menny az csak egy ideiglenes állapot. És ezt is nagyon sokan nem tudják. Nagyon sokan így beszélünk erről, hogy meghalunk, mennybe jutunk, és a mennybe fogunk örökké élni. Nem igaz. A mennybe egy ideig leszünk, amíg Isten helyre nem állítja a világot. Amíg el nem jön végleges formájában a helyreállított királyság. Tehát a menny az csak egy ideiglenes állapot az üdv történetünk szempontjából. Az igazi örömhír az, hogy a mennyei Jeruzsálem alá fog szállni, és egy új földön, erről beszél a jelenések könyv, egy új ég és egy új földön fogunk együtt élni fizikai valóságban. Nem felhőkön fogunk hárfákat pengetni kis puttó angyalok társaságában. Nem igaz. Egy új ég és egy új föld. Most képzeljétek el, Isten miért alkotott egy ilyen csodálatos világot a számunkra, hogyha az menny arról szólna, hogy ezt az egészet leredukálja felhőkre. Sokkal kevesebbről szólna. És nem. Isten arról beszél, és olyan ígéreteket tett, és Jézus is erről beszélt végig az Isten országával kapcsolatban, hogy az Isten országa olyan világ lesz, mint ez a világ, az összes csodájával együtt, kivéve a bűnt, a halált, az elmúlást, a fájdalmat és a szenvedést. Képzeljétek el, hogy milyen lesz az a világ, egy tökéletes világ. A helyreállított királyság. Mondhatnánk úgy is, hogy nem a menny, hanem a föld, ami végső otthonunk. És hiszen Isten bennünket földi életre, egy csodálatos életre teremtett. Az evangélium Isten uralmának helyreállítása úgy a földön, mint a mennyben is, ahogy Jézus is az imádságban, a mi atyánkban erre tanított bennünket. Feltámadt testben fogunk élni, uralkodni az újjá teremtett világban. Na most, ha ez nem jó hír, akkor mi a jó hír? Szerintem ez a legjobb hír, és óriási reménységet ad nekünk
amikor szenvedünk, amikor öregszünk, amikor fájnak a csontjaink, meg mit tudom, mindenféle betegségekkel küzdünk, vagy depresszióval. Végül, az evangélium nagyon gyakran, mint teológiai közhely, vagy kiüresedett és elvont teológiai tantétel csupán, doktrina. Megint, ne értsetek félre, az evangéliumnak nagyon-nagyon fontos aspektusa az, hogy az evangéliummal kapcsolatban, hogy ismerjük, hogy mit tanít a Szentírás az evangéliumról. Mi a tiszta evangélium? Hiszen nagyon sokfajta evangélium van. Még keresztény körökben is sokfajta evangéliumot hirdetnek. Tehát fontos a teológia. És az evangéliumnak nagyon-nagyon komoly teológiai tartalma van, de nagy hibát követünk el, ha csak mint teológiai tantételt mutatjuk be az evangéliumot, még ha igaz is ez a tantétel. Hiszen az evangélium nem egy elcsépelt, kiüresedett, kegyes frázisok puffogásától álló tanítás, hanem mi az evangélium? Róma 1.16 szerint az Istennek az ereje. Az Istennek az ereje, amely által Isten az egyének, a közösségek és az egész társadalom vagy a világ helyreállításán munkálkodik. Tehát az evangélium az az erőforrás, amelyen keresztül Isten végzi a helyreállító munkáját ma is a világban. A te személyes életedben, az én életemben, mindannyiunk életében, mint gyülekezet, és akár az egész társadalomban és a világban. Tehát az evangélium nem csak teológiai tantétel, hanem erő. Erő. Az evangéliumban erő van. Na de térjünk vissza az elején feltett kérdéshez. Mi is az Isten országának az evangéliuma tehát? Tehát beszéltem arról, hogy mi nem, hogy milyen módokon szűkítjük le, kicsinyítjük le az evangéliumot, de akkor mi az Isten országának az evangéliuma? Na most hadd próbáljam meg összefoglalni 5 pontban az evangéliumot, az Isten országának evangéliumát. Az első pont, amit megfogalmaztam, az az, hogy az Isten országának evangéliuma a történelem csúcspontja. A történelem csúcspontja. A cél, amely felé az egész Ószövetség és az utolsó idők felé, ahogy az egész Ószövetség tartott és tart. Az egész Ószövetséget meghatározta. Az evangélium az utolsó idők a királyság érkezéséről szóló jó hír. Ezért jelentette Jézus be azt, amikor az evangéliumot hirdette a Márk 1.15-ben, hogy eljött az idő, eljött a várva várt idő, amiről az összes proféta a profétált, amiről az összes ószövetségi hívő várt. Az utolsó idők eljöttek, elközelgett az Isten országa. De ugyanígy Pál leveleiben is domináns ez a bejelentés. Tele van ezekkel a bejelentésekkel. Galata, Korintus, Timóteus, Kolossé, csak néhányat hadd soroljak fel. Azt mondja Galata 4.4-ben, illetve az Efézus 1.10-ben Pál, hogy Krisztusban elérkezett az idők teljessége. Krisztusban elérkezett az idők teljessége, elérkezett az Isten országa a földre. Aztán 2 Korintus 6.2. Eljött az üdvösség napja Krisztusban. Eljött az üdvösség napja. Aztán 2 Korintus 5.17. Azt mondja, hogy elérkezett az új teremtés. Itt mind ugyanarról beszél Pál, csak egész másképpen fogalmazza meg, más oldalról világítja meg, hogy mit jelent az, hogy betört Isten országa a világba. Elérkezett az új teremtés. Aztán Isten egyházaként az utolsó időkben élünk, mondja és jelenti be az 1 Korintus 10.11-ben, illetve 1 Timóteus 4.1-ben, hogy mi már az utolsó időszakban, az utolsó időkben élünk, mielőtt a helyreállított világ teljessé nem lesz. És aztán a Kolossé 1-ben, mint Isten egyháza, arról beszél, hogy a királyság örökösei mi vagyunk. Mi vagyunk a királyság állampolgárai, akiket Krisztus megszabadított és átvitt az ő országába. A bűn és a halál országából az élet országába. Másképp fogalmazva, az evangélium arról szól, hogy Jézus eljövetelével betört a történelembe, az Isten királyságába. Elkezdődött a világ helyreállítása. Elkezdődött 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus megjelent, eljött,
elkezdődött a világ helyreállítása. Nagyon sokan mindig megkérdezik, hogyha lenne Isten, akkor nem lenne ennyi szenvedés. Azért van ennyi szenvedés, mert elfordultunk Istentől. De Isten utánunk jött, hogy helyreállítsa ezt a világot, és megszabadítson bennünket ebből a sok szenvedésből. És pont az evangélium bizonyítja azt, hogy van Isten. Hogy van Isten. Aztán a második pont, amiben igyekeztem egy újabb fontos aspektusát az Isten országának, evangéliumának megfogalmazni, amiről az előbb is már igazából beszéltem, hogy Isten országának evangéliuma nem más, mint az Isten ereje. Az Isten ereje, amelyen keresztül Isten véghez viszi a világot megmentő tervét. Az evangélium tehát erő, erőforrás. Tapasztaljuk, hogy a megváltásban, a megújításban, a megbékítésben, a gyógyításban és a felszabadításban, ez mind Isten erején keresztül megy végbe. És ezzel az evangéliummal építi Isten újjá a világot, amelyet alkotott. Ti, akik hívőké lettetek, és nem csak ugye vallásosak vagytok, nem csak ugye ez volt a dolgotok, hogy a szüleitek megkereszteltek benneteket, elvittek gyülekezetbe, hanem akik valóban újjászülettetek, és valóban ismeritek Krisztust, és látjátok az ő erejét munkálkodni az életetekben, ti is ennek az erőnek a szemtanúi és a tanúi vagytok, ahogy Isten az erején keresztül munkál, formál benneteket. 15 éve az Úrral járok, rengeteg csodát, rengeteg átformáló csodát, és az ő erejét tapasztaltam meg az életemben, ahogy engem is formált és változtatott napról napra. És ahogy ti is a legtöbben tudjátok már, az evangélium ereje szabadítása által kapjuk meg az evangéliumnak az áldásait, az ajándékait ingyen, kegyelemből. Ilyen például egy a megbocsátás, hogy Isten eltörölte az összes bűnödet, jelen, múlt és jövő bűnöket egyaránt. Isten meg is igazított. Jézus Krisztusnak a bizonyítványát kaptad meg, és úgy állsz Isten előtt, mint aki tökéletes, mint akinek nincs bűne. Aki csodálatosan tiszta vagy, és szent vagy, és tökéletes vagy. Ez jelenti a megigazítás. Ez is az evangéliumnak egy áldása. Aztán ilyen áldása még az örökbefogadás. Hogy Isten nem csak megbocsátott, nem csak megigazított, hanem örökbe is fogadott a családjába, és úgy tekint rád, mint király gyermekre. Isten a világ királyának, világ uralkodójának, aki ezt az egész világot teremtett és föntartja, neki vagy a gyermeke, királyi gyermeke. Ez az örökbefogadás. Ezen túl örök életet kaptunk. Nem csak kaptunk Istentől 1000 évet, hogy élhetünk majd a mennybe, vagy ugye a helyreállított világban, 1000 évig, és milyen jó, már az is nagyon nagy lelkület volna Isten részéről, adott volna 1000 évet. Nekünk, akik mondjuk élünk 60-70-80 évet, vagy 90-et. Isten örök életet adott. Örök életet, örökké fogunk élni vég nélkül Istennel az ő országában. És ezen túl, itt a Földön, amíg itt élünk, megkaptuk a Szent Lelket. Bennünk él Isten lelke, aki bennünk és rajtunk keresztül csodákat is tesz. Aztán új szívet kaptunk. Már most itt a világban, ebben a földi életben tapasztalhatjuk azt, hogy képesek vagyunk Isten által szeretni. Nem önző módon szeretni, hanem áldozattal, áldozatkészen szeretni. Képesek vagyunk örülni. Nem csak akkor, amikor mi kapunk valamit, hanem örülni a másik. Amikor a másik valamiben sikert ér el, vagy valamit kap. Az új szívvel képesek lehetünk békességben élni, mint egy nagy család. Képesek lehetünk úgy élni egyéni családokként is, de mint gyülekezet nagy család is, akik békességben élünk. Nem csak megjátszuk, hanem valóban tapasztalhatjuk azt, hogy békesség van itt a köreinkben, vagy a körünkben. És ezen túl reménységet is kaptunk. Reménységet, nem kell félnünk az életben már semmitől, hiszen tudjuk azt, hogy Isten mindent a mi javunkra formál és alakít. És ahogy látjátok, tehát ez mind az evangélium megújító erejének, munkájának köszönhető, ezek az áldások. De mindezek az áldások csak azoknak az életében valóság, és ezt megint hangsúlyozom, csak azoknak az életében lesz valóság, akik megtérnek, vagy megtértek a bűneikből, elfogadták Jézusnak a kegyelmét, és neki az életét, vagy az életüket alárendelték. Harmadik pont. Az Isten országának az evangéliuma nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Mivel az utolsó idők nagy szabadítása, Isten országa Jézussal, azaz Jézuson keresztül
jött el a világba. Jézus életével, ez a 33 év, amit élt a Földön, illetve a halálával, majd a feltámadásával és a felmagasztalásával, meg dicsőülésével jött el a világba. És bár sokszor az Új Szövetségben Jézus életének egy-egy eseménye kerül fókuszba, mégis a Biblia fényében Jézus egész élete és egész szolgálata és küldetése maga az evangélium, nem csak egy-egy eseménye Jézus életének. Márk evangéliumának az első verse is pontosan ezt az igazságot bizonyítja. Ki tudja, hogy kezdődik Márk evangéliumának az első verse? Márk 1:1. Úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Tehát az egész evangéliumra érti Márk, hogy ez az evangélium. És nem hiába nevezték el ezeket a könyveket úgy, hogy evangéliumok. Hiszen az egész maga, Jézus története, élete, missziója az evangélium. Aztán az Isten országának evangélium a negyedik pont, az Isten szívének a leleplezése. Nem más, mint az Isten szívének a kitárulkozása. Az evangéliumokon keresztül, vagy az evangéliumon keresztül betekinthetünk az Isten szívébe, hogy ki is ő valójában. És mi is van az ő szíve mélyén? Isten szívének a leleplezése, mivel az evangéliumban mit csinált Isten? Eljött a világba, hogy bennünket hazavigyen. Akik elszakadtunk tőle, és élünk nyomorult életet, eljött, hogy bennünket visszavásároljon, és hazavigyen. Hazavigyen az atyai házba, de úgy, hogy mindezt a saját életének az árával kellett fizetnie. Ezért az evangélium az, amely megmutatja, hogy Isten mennyire mélyen és mennyire hatalmasan szeret bennünket. De csak akkor fogod érteni az ő szeretetének mélységét, ha érted az evangéliumot, és ismered az evangéliumot. És ebben a szeretetben Isten azt mondja az evangéliumban, hogy mi, akik hiszünk benne, és elfogadtuk őt, új teremtésé lettünk. Új néppé, egy új nemzetté lettünk. 2 Korintus 5:17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, mit mond róla az ige? Új teremtés az. Új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez nem jelent más, mint hogy az evangéliumban tökéletesek, bűntelenek, szentek vagyunk Isten előtt. Nem jelent más, mint hogy az evangéliumban örökre megszabadultunk a bűn és annak minden terhe alól, mivel Jézus örökre kifizette a bűneink adósságát. És annyiszor hangsúlyoztam már ezt, és nem győzöm újra és újra hangsúlyozni, hogy Isten az evangéliumban, ha Krisztusban vagyunk, már nem haragszik ránk. Még akkor sem, ha eltávolodunk tőle. Vagy akkor sem, amikor nem olvassuk a Bibliát akár hetekig. Nem ez számít, nem ez a kondíciója a vele való kapcsolatunknak, hogy én mennyit olvasom a Bibliát. Az evangéliumban Isten azt mondja, hogy ő gyönyörködik benned és bennem. Mert Jézusban nem csak a bűneinket törölte el Isten, hanem megkaptuk Jézus tökéletes életét. És ez a tökéletes élet, ez örök. Ezt mi nem bukhatjuk már el. Ezt nem veszíthetjük már el. Más szóval nem a mi teljesítményünk, mint keresztények, nem a mi teljesítményünk határozza meg azt, hogy Isten hogyan tekint ránk, hogy kik vagyunk és mennyit érünk, hanem kinek a teljesítménye? Jézusé. Jézus teljesítménye, Jézus élete határoz meg bennünket. És amiért Jézus igazsága tökéletes bizonyítványa a miénk, ezért Isten végtelenül szeret bennünket életünk minden napján, ugyanazzal az intenzitással gyönyörködik bennünk. Sőt, Isten örök, dicsőséges, boldog, teljes életet is ajándékozott nekünk, és a királyságnak örök, állandó polgárai lehetünk. És mindez egyedül Jézus miatt. Nem azért, mert én bármit is tettem volna, vagy tennék az én szuper kereszténységem árán. Nem. Egyedül Jézus Krisztus halála, feltámadása és megdicsőlésnek árán lehet ez a miénk, és lehet ez valóság a mi életünkben. De a királyság evangéliumának még itt sincs vége. Már ott tarthatnánk és mondhatnánk azt, hogy fú, már ezt is nehéz felfogni, hogy mennyi mindent kapunk a
királyság evangéliumában, és mennyi mindenről szól az evangélium, és itt még mindig nincs vége. És az Isten országának evangéliuma egyenlő a fiúságunkkal. A fiúságunkkal, vagy a fiúsággal. Mivel az evangéliumban Isten örökbe fogadott bennünket, és ezért királyi fiak és királyi lányok vagyunk. Királyi gyermekek. Az isteni királyi család tagjai lehetünk. Ezt mondtam a múltkor 3 héttel ezelőtt, hogy képzeljétek el a legnagyobb hatalmú embert a Földön. Mondjuk hoztam például az amerikai elnököt. És milyen lenne, ha az amerikai elnök konvoja, vagy a, ugye repülővel leszállna Ferihegyen, és egy hatalmas konvoja egészen jönne, azért, hogy a te ajtódon bekopogjon, és azt mondja, hogy felajánlja neked, hogy te is az elnöki család tagja lehetsz, hogyha aláírod ezt a papírt. És ugyanúgy ott élhetsz a Fehérházban, ugyanúgy részese lehetsz mindannak a dicsőségnek, mindazoknak a jogoknak, amelyek megilletik az elnököt. És mindaz a luxus, és mindaz a kényelem az, és a tied lehet. És Isten ugye az amerikai elnöknél összehasonlíthatatlanul hatalmasabb, gazdagabb. Hiszen ő az egész világ, sőt, az amerikai elnöknek az összes gazdagsága is, az amerikai Egyesült Államoknak az összes gazdagsága, az mind az övé. Istené az egész világ. És ő mondja azt, hogy te ma az én gyermekem lehetsz, ha elfogadod a kegyelmet és az életedet, alárendeled nekem, azaz behódolsz nekem, mert én vagyok a világ királya. Nem azért, mert ő egy önkényű úr, vagy egy önző király, hanem azért, mert tudja jól, hogy neked akkor lesz az életed teljes, ha az ő királyságában élsz. És akkor lesz az életed igazán boldog, ha mindaz a tiéd lesz, és lehet, ami az övé. Mert ő meg szeretné osztani az ő gazdagságát te veled. És a fiúság szó pont ezt fejezi ki, hogy Istennek fiai, gyermekei lettünk. Isten a mi apukánk, nem a főnökünk, nem egy diktátor, aki csak az elvárásait dobálja felénk. Ő az apukánk. Tökéletes mennyei apukánk. És mi pedig, a gyülekezet, egymásnak testvérei vagyunk. És ezért nagyon jó dolog a gyülekezet. Hiszen mi egy nagy család vagyunk. Istennek a népe. Egymásnak testvérei. Szinte felfoghatatlan, hogy Jézusban, Jézuson keresztül mindannyian bekerültünk a Szent Háromságba. A Szent Háromság Istenbe. Szent Háromság közösségébe, családjába. És nem vagyunk már árvák. Az életünket nem ide-oda sodorja a szél, reménytelenül. Az életünknek célja van, és értelme van, mert van egy apukán, aki az egész világot nem csak hogy megteremtette, hanem a kezében is tartja, és ő az, aki határtalanul szeret bennünket, mert ő egy tökéletes jó apa. Hiánytalanul, ugyanazzal az intenzitással szeret életünk minden napján. És azt akarja, hogy érezzük, és tudjuk azt, hogy ő mennyire szeret bennünket, és hogy meg akarja osztani az ő örömét, és az ő dicsőségét minden nap velünk. Közösségben akar lenni velünk. És ezért keres bennünket, és ha te még nem tartozol hozzá, ha te még nem vagy az övé, ma téged ugyanúgy hív. Gyere haza hozzám, mert nálam lesz az életednek egyedül értelme. De amíg ebben a testben élünk, és amíg a királyság ugye még nem jött el teljességében, ugye ez nagyon szép ez az egész, amiről itt beszélek, de ti is tapasztaljátok nap mint nap, hogy azért hát ebben az életben nem minden telj fel. És elég sok szenvedés, elég sok nehézség, kínlódás van az életünkben. Jó dolog ez a kereszténység, jó dolog a királyságról beszélni, az evangéliumnak az igazságairól beszélni, de sokszor úgy érezzük, mintha az nem lenne valóság annyira. Vagy mintha ez távol állna tőlünk, és nem véletlen érzitek ezt, vagy érezzük ezt, én is érzem ezt nagyon sokszor, mivel a királyság még nincs itt teljességében. Már itt van, és tapasztaljuk az erejét, a valóságát, de még nincs itt teljességében. És ezért mindezt egyedül hit által élhetjük csak igazán meg, és láthatjuk, és élhetjük át. Egyedül hit által, hogy mi is a királyság, és a királyságnak a valóságát. Pál a 2 Korintus 5:7-ben azt írta, és nagyon igaza volt, hogy nem látásban járunk, hanem hitben járunk. Mert hit által nyílik ki ez az új dimenzió előttünk. Hit által. A hit az a csatorna, amelyen keresztül az Isten országának a dimenziója megnyílik előttünk, mint amikor fölveszed a 3D-s szemüveget,
hirtelen a 3D-s film értelmet nyer. 3D-s szemüveg nélkül nézheted a 3D-s filmet, de az egész egy ilyen homályos katyvasz. De hogyha fölveszed ezt a szemüveget, a hitten keresztül szemléled, hittel újra és újra megragadod az Isten országának evangéliumát, akkor kinyílik előtted ez a dimenzió, és ez a dimenzió, ez a hit fogja aztán meghatározni az életedet. És ez kell, hogy meghatározza az életedet minden nap. Mert ha hit által újra és újra, nap mint nap megragadom az evangélium mindezen igazságait, amiről idáig beszéltem, akkor az meg fog mutatkozni az életedben és az én életemben is. Az meg fogja változtatni az életünket. És az pedig, hogy van-e hitem, és hogy milyen erős a hitem az evangéliumban, az elsősorban a kapcsolataimban fog megmutatkozni. Elsősorban az Istennel való kapcsolataimban, vagy kapcsolatunkban, másodszorban pedig az embertársainkkal, a körülöttünk élőkkel való kapcsolatainkban. Lényeg az, hogy az evangélium teljesen megváltoztatja az életedet. Teljesen megváltoztatja a kapcsolataidat. Felszabadít az alól, hogy folyamatosan magad körül forogjál, hiszen mindannyian erre vagyunk beprogramozva természetünk szerint, hogy magunk körül forgunk. És csak magunkról szól az életünk. Önző módon a magunk szükségeivel, a magunk vágyaival, a magunk érdekeivel vagyunk csak elfoglalva. Még akkor is, amikor ezt nagyon szépen tudjuk leplezni azzal, hogy hát igazából én másokért vagyok, másokat szeretek, meg házasságok is szólhatnak erről, hogy összeházasodunk, szeretjük egymást, de aztán igazából kiderül hamar, hogy itt mindenki, vagy ugye mind két fél igazából csak a saját érdekeiért él, és a saját érdekeiről szeretni, ha szólna a házassága. Mert erre vagyunk beállítva, hogy önmagunkkal és a magunk érdekeivel foglalkozzunk elsősorban. És az evangélium ezentúl felszabadít arra, hogy elkezdjen meglátni a másik embert. Elkezdjen meglátni a másiknak a szükségeit, és a másiknak az érdekeit. Azért, mert mivel az evangéliumban, Krisztusban már Isten betöltötte minden szükségemet, megoldotta minden problémámat, örökbefogadott, megigazított, megbocsátott, és ezért Isten gyönyörködik bennem, ezért már nincs helye az életemben annak, hogy én magammal legyek elfoglalva, és saját magamat építsem. Az evangélium felszabadít arra, hogy kinyíljon a szemem a Zsoltira, és elkezdem a Zsoltit keresni, és érdeklődni, hogy Zsolti, mi van te veled? Mesélj! És amikor meg is kérdezem, akkor nem két mondat után a szavába vágok, és akkor elkezdem az én saját sztorimat mesélni, hanem végighallgatom az ő sztoriát. De erre is az evangélium tesz szabaddá. Hiszen nekem már nem érdekem az, hogy én a Zsoltinak bizonyigassam magamat. Felszabadít, hogy odafigyeljek másokra. Hogy az életem ne rólam szóljon, hanem Istenről és másokról. És itt érek el a végéhez, vagy itt érkezünk a végponthoz, hogy ez a kulcsa a missziónak. Ez a kulcsa a missziónak, hogy én meghalok önmagamnak, azért, hogy a másiknak élete legyen. Amit ti csináltatok akár a börtönmisszióban, ugyanerről szól. Áldozatot hoztok azért, kényelmetlen helyzetbe kerültök azért, hogy azoknak az embereknek reménysége legyen, élete lehessen. Én meghalok önmagamnak, hogy mások ezáltal élhessenek. És igen, a missziónak ára van. A missziónak ára van, nagy ára. A misszió áldozattal jár. Sokszor eszembe jut a Rachel. Ti is tudjátok, ő otthagyta a családját Amerikában. Otthagyta a testvéreit, a szüleit, otthagyta a rokonságát, otthagyta mindazt a szépséget, amiben ő élt és felnőtt, azért, hogy eljöjjön velem oroszlányba. És nagyon sokan kérdezik meg tőlünk, amikor kiderül a Rachelről, hogy Amerikából jött, és hogy ő nem csak kivándorolt, ugye magyar, mert nagyon szépen beszél magyarul, hogy azt hiszik róla, hogy ő magyar, csak Amerikában él. És amikor kiderül, hogy ő nem, ő ide jött élni, akkor mindenki döbbenten néz, hogy minek hagyta ott azt a gazdagságot. És itt mi nem is csak a gazdagságról, mert az egy dolog, az a legkisebb, hanem a család, a gyülekezet, és mindaz, amiben ő felnőtt. És azért adta fel mindazt, mert az evangéliumot Rachel megragadta, és tudja jól, mire Isten elhívta őt, hogy ebben sokkal nagyobb gazdagság van, és Isten ebben dicsőül meg igazán, amikor Jézushoz hasonlóan Rachel ugyanazt teszi és követi, ahogy mint Jézus tett, hiszen Jézus hátrahagyta ugye a mennyországot,
az Isten dicsőségét, az ő dicsőségét, az ő királyságát, azért, hogy lejöjjön a földre, lejöjjön a bánya mélyére hozzánk, hogy bennünket innen kiemeljen és visszavigyen haza az atyához. És Rachel élete nekem ezért egy nagyon nagy példa, egy nagyon nagy bizonyságtétel arról, hogy igen, ez az evangélium, ez a misszió, ez az áldozat. És minden egyes alkalommal, amikor visszamegyünk Amerikába, csak egy pár hétre is hazajövünk, újra és újra átéljük ezt az elszakadást, és ennek az árát, hogy igen, mi egy árat fizetünk ki, Rachel még inkább azért, hogy itt lehessünk Istennek az eszközei. És ez csodálatos, és ezért érdemes élni egyedül. És azt mondom, hogy ez a legnagyobb boldogság és öröm a mi szívünkben is, hogy itt lehetünk a helyünkön, és tehetjük azt, amire Isten hívott. Ez jelenti azt, hogy felveszem Jézus keresztjét, és követem őt. Hiszen az a kereszt, az nehéz, és ára van. A misszió áldozattal jár. Ez jelenti azt, hogy lemondok magamról azért, hogy a másiknak élete lehessen. És megint csak Rachel példájával élve, Rachel lemondott az ő életéről azért, hogy sokaknak oroszlányban élete lehessen, akik nem ismerik őt. Látjátok már, az evangélium sokkal többről szól. Sokkal többről szól, mint az én vagy a te személyes üdvösségünk. Michael Goheen, ez a professzor, aki bennünket tanított 3 éven át, egy kanadai professzor, ő mondta egyszer azt, hogy az evangélium jó hír a világ összes rossz hírére. Minden rossz hírre a világba jó hír az evangélium. Egyszer leültünk, megpróbáltuk összefoglalni röviden mindezt, hogy mi is akkor az evangélium, definiáljuk egy mondatban, messze hiányos ez a mondat, de ezt sikerült kihozni, hogy a királyság, az az Isten országának evangéliuma nem más, mint Isten királysága eljövetelének és Isten népének a bűntől és haláltól való szabadulásának a jó híre, hogy a Szent Háromság Isten örökre az ő népével lakhasson a földön. Örökké az ő népével lakhasson a földön. Tehát az evangélium, a teljes evangélium elsősorban a királyságról szól. A királyságról szól. És ez egy olyan fogalom, amit szerintem elfeledtünk, vagy teljesen magunk mögött hagytunk. Az evangélium a királyság evangéliuma. Királyságról szól. És ha te valóban teljes szívvel hiszel az evangéliumban, ha te Istenhez tartozol, az ő gyermeke vagy, akkor te is a királyságban fogsz élni, és már a királyságban kell, hogy élj egy teljesen új világnézettel, életfelfogással. És hamar észre fogod venni, ha a királyságban élsz, hogy ez az új világnézet, a királyság világnézete teljesen ellentétes, sőt nem csak, hogy ellentétes, hanem ellenséges a bennünket, a téged körülvevő világgal. Bennünket körülvevő életfelfogással és kultúrával szemben. De ez nem kell, hogy meglepjen. Mivel ez mindig így volt, és mindig így is lesz ebben a világban, amíg Jézus másodjára vissza nem jön. Minden évszázadban újabb és újabb kozmikus méretű evangéliumok születtek, és evangéliumok születnek, hogy meghódítsák a világot, és benne az ember szívét. Az első évszázadban például Jézus születése idején Augustus császár evangéliuma uralta az akkori világot. Augustus császár evangéliuma. Szó szerint Isten fiaként imádták őt, dicsőítették születése napjától kezdve a császárt. Ez volt a császár kultusz. És ennek a valóságát egy Priene városában talált naptárfeljegyzés örökítette meg nagyon-nagyon pontosan számunkra, hogy milyen is volt ez a császárkultus, ez miről is szólt Augustus császár evangéliuma. Krisztus előtt 9-re datálható római evangélium így hangzott. A gondviselés, mely életünk egészét elrendeli, és törődést és nagylelkűséget tanúsít irántunk, a legfőbb jót rendelte az emberi élet számára azzal, hogy Augustust adta nekünk, erénnyel telve az emberiség hasznára. Megváltóul, ez a szótér szó, az a megváltó, küldetett nekünk, és azoknak, akik utánunk jönnek. Véget vett háborúknak, és békét és rendet teremt mindenütt.
a mi Istenünk születésnapjára a jó hír, evangélium kezdetét jelzi a világ számára, amely ő általa jött el. Paulus Fabius Maximus a tartomány jó akarója. Megtalálta a módját annak, hogy Augustus iránti tiszteletünket kimutathassuk, azáltal, hogy az ő születésének idejétől számítsuk az időt. Ez volt Augustus császár. És érdemes összehasonlítani ezt a feljegyzést a Márk 1:1-jel. A Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És az angyal bejelentésével Lukács 2-ben, íme hirdetek nektek nagy örömet, evangéliumot, ugyanez a szó a görögben, mely az egész nép öröme lesz. Született nektek ma megváltó szótér, ugyanaz a szó, amit a császárra használt, ez a naptárfeljegyzés, aki az Úr, a Kürios, Krisztus, a Dávid városában. Lukács 2:10. Tehát eddig a császár volt a Kürios, a világ és minden ember ura és megváltója. De Jézus születésével mi történt? Megváltozott a világ rendje. Eljött a világ igazi ura és megváltója. Ezt jelentette be Márk, Lukács és az evangéliumok. Nem véletlenül mondja Jézus a Máté 28:18-ban, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, nem a császáré. És ezért volt radikális ez a bejelentés. Jézus evangéliuma tehát az akkori társadalom rendjét felforgató, a császárkultusz tekintélyét radikálisan cáfoló bejelentés volt. És aki pedig ezt a Jézust imádta, és fogadta el Kürioszként, azaz Úrként, és imádta, annak akkoriban gyakran az életével kellett fizetnie. És nem véletlen voltak a keresztények igen nagy veszélyforrás a Római Birodalom számára. Gondoljunk csak Néróra. Ő volt az, aki ugye először kézbe vette a dolgokat, és azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. Ezeket a keresztényeket ki kell írtani, hiszen ők teljesen ellentétesen gondolkodnak. Teljesen ellentétes a világnézetük felfogás azzal szemben, amit mi, mint Róma hirdetünk és vallunk. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ellenséges környezet, ez ma sincs másképp. Ma ugye nincs Római Birodalom már, mi nem Rómában élünk, mint első keresztények, de ma sincs másképp, hiszen a mai nyugati társadalom evangéliuma szintén összeegyeztethetetlen a Krisztus evangéliumával, Isten királyságának evangéliumával. Miért? Azért, mert a nyugati világ evangéliuma a következőket hiszi és vallja. A nyugati világ evangéliuma az individualizmusban, az egyénben hisz. Ugye minden erről szól, minden rólad szól, minden én rólam szól, minden én értem van, semmi más nem kell, hogy érdekeljen, foglalkoztasson. Csak az, hogy neked mi jó. Ezt hirdeti a nyugati kultúra. Illetve hisz a fogyasztói humanizmusban. Lehetne ugye akár tételmondata vagy definíciója ennek a kultúrának az, hogy fogyasztok, tehát vagyok. A világi tudományban szintén ez az evangélium a világi tudomány és a technológia üdvösségéről szól. Ami által hiszik, ez a világ hiszi, nagyon sokan, hogy az élet csak jobb és jobb lesz. Nagyon jó példa a Facebook. Ugye Mark Zuckerberg, ő pont ezt hiszi, és ő ezért él, mint egy megváltó, egyfajta megváltója a világnak, a Facebookon keresztül próbálja a világot jobbá tenni. Aztán hisz a naturalizmusban, materializmusban, miszerint csak a természet, csak az anyag létezik, semmi más, nincs se lélek, se lelki igazságok. Minden csak az anyag. Aztán a posztmodernizmus. Miszerint az abszolút igazság az, hogy nincs abszolút igazság. Szubjektív minden. Ahogy te látod, te úgy látod. Ahogy én látom, én így látom. De ez mihez vezet? Teljes káoszhoz, amikor elvész az objektív igazság. És végül, ami az egyik legfélelmetesebb és brutális erővel és egyre inkább, egyre nagyobb intenzitással jelenik meg, és jelenik meg már Magyarországon is, nem csak Európában, ez a genderizmus, tolerancia és a politikai korrektség evangéliuma.
Biztos láttátok ti is a Coca-Cola-nak a legutóbbi reklámját. Love is love, a szeretet a szeretet, zéro cukor, zéro előítélet. Homokosok, biszexuális vagy transzgender, stb. Mi a baj azzal, ők egymást szeretik? Hát most komolyan, hát a szeretet a legfőbb erény a világban, nem? Hát a Biblia is erről szól, hogy szeressük egymást. És látjátok azt, hogy teljes káoszhoz vezet ez a fajta evangélium. És a világunkban, ahogy azok, akik előttünk éltek, mi is egy hatalmas kereszteződésben találjuk magunkat. Egy hatalmas útkereszteződésben találjuk magunkat, amelyben két vagy több evangélium kereszteződését látjuk magunk előtt. És ahol mindkettő vagy mind akárhány azt állítja, hogy nála van az abszolút igazság. És itt ebben az út kereszteződésben mindannyiunk előtt ott a kérdés, hogy te melyik utat választod? Te melyiket hiszed? Te melyikben élsz? Melyik határozza meg? Melyik evangélium határozza meg a te életedet, és akivé te formálódsz napról napra? Ha Krisztus evangéliumát hiszed, akkor hiszed, hogy a Bibliában van az igazság. És a Biblia a világ igazi története, azaz a Biblia világnézete, az egyetlen igazi világnézet. Tehát nincs másik út, nincs másik igaz evangélium. És ha ez igaz, akkor a következő a mi elhívásunk. Éljünk úgy a világban, hogy közben mi nem a világból valók vagyunk. Ahogyan Jézus is imádkozott értünk a János 17-ben, és ez a misszió lényege. Hiszen azt mondta Jézus, úgy imádkozott értünk, hogy ahogyan Atya, te engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, hogy éljenek a világba, de ne legyenek a világból valók. És ezek a szavai Jézusnak nagyon konkrétan, nagyon világosan, röviden és tömören összefoglalták a misszió lényegét, hogy mit is jelent Isten népeként ma, akár itt a 21. században élni. Ezek szerint a misszió lényegét úgy is fogalmazhatnánk, hogy a missziónk célja az, hogy bemutassuk Isten királyságát a világban, ami a történelem legvégső célja. Tehát, hogy bemutassuk Isten királyságát a világban, ugyanúgy, ahogy Jézus tette Izraelben 2000 évvel ezelőtt. Ezt a célt bízta ránk Isten és az ő gyülekezeteire, az egyházra. Kulcsfontosságú szerepe és felelőssége van tehát a gyülekezeteknek. És nekünk itt Oroszlányban. Hiszen ezzel a céllal gyűjtött bennünket itt össze Jézus, hogy mi itt képviseljük az ő királyságának az evangéliumát. De hogyan is néz ki ez a mindennapokban? Szerintem a legegyszerűbb az, hogyha Jézust vesszük példaként, első példaként, és nézzük meg, hogy ő hogyan képviselte a királyságot. Jézus ugye a szavaival hirdette a királyságot. A cselekedeteivel és az életével bemutatta, azaz megtestesítette a királyságot. Aztán szeretett teljesen, de elítélt minden emberi gonoszságot. Aztán létrehozott egy új közösséget, a királyság népét, a tanítványokból. Így született meg a gyülekezet. Aztán tanította az ő népét a királyságról. Aztán hívogatott mindenki mást az ő királyságába, különösen a bűnösöket, a szegényeket és a megvetetteket. Ezentúl imádkozott az eljövendő királyságért, és végül viselte és szenvedte a királyságnak ellenálló erők haragját és gyűlöletét. És bennünket, akiket Jézus elhívott, akik hozzá tartozunk, ugyanilyen életre hív Jézus. Hogy éljünk a világban, de ne legyünk a világból valók. Éljünk úgy a világban, mint az ő királyságának polgárai. És végül hoztam egy listát, hogy hogyan is nézhet ez ki, vagy hogyan is néz ki ez a mai 21. századi nyugati kontextusban. Úgy néz ki Krisztus egyháza, aki a királyságban él, amelyik egy olyan közösség, amelyet az önmegtartóztatás például, és a házassági hűség jellemez egy szexuálisan túlfűtött világban. Mi így lehetünk kontraszt közösség, így lehetünk a világban, de nem a világból valóként jelen a világban, hogyha például ránk, mint közösségre jellemző az önmegtartóztatás, házasságainkra jellemző a hűség. Aztán, ha egy olyan közösség vagyunk, ahol igazság van, mely kedves alázattal és gyengéd bátorsággal párosul, egy bizonytalansággal és gyanakvással átitatott világban. Aztán, ha egy olyan közösség vagyunk,
amely folyamatosan Isten jelenlétében él egy szekuláris, azaz istentelen világban. Aztán, ha egy olyan közösség vagyunk, amelyet a nagy lelkűség és a megelégedettség jellemez egy fogyasztói társadalomban. Az összes áruház, most ezek a Tescók, meg Auchanok, ezek mondjuk semmik ahhoz képest, hogy Amerikában mekkora méretű áruházak vannak, és mindig, amikor Rachel-le bemegyünk, csak egy-két ruhadarabot szeretnénk venni, olyan fejfájással jövünk onnan ki, mert minden egyes ruhadarab, cipő, minden, amit ott kiraknak, ezerféle, az kiabálja feléd, ordítja a szemedbe, hogy vegyél meg, mert csak 50%-os akció, csak mit tudom én, teljes leárazás, egyet fizetsz, kettőt kapsz. És ott állsz, nincs szükséged rá, de azt mondod, hogy ezt nem lehet kihagyni. És ez a fogyasztói társadalomnak, ez a megbénító, örítő evangéliuma, amely azt hirdeti, hogy akkor leszel boldog, ha ezt most nem hagyod ki, ezt az akciót. És úgy lehetünk egy kontraszt közösség, ha mégis azt mondjuk, hogy mi megelégedünk azzal, amink van. Nincs szükségünk arra, ami szükségtelen. Aztán egy olyan közösség vagyunk, ahol a megbocsátás van egy gyűlölettel, versengéssel, erőszakkal, nehezteléssel és bosszúsággal teli világban. Ahol megbocsátás van. Aztán egy olyan közösség, amelyet a hála jellemez egy olyan világban, ahol minden azt hirdeti, hogy minden jár nekem, mert megérdemlem. Aztán egy olyan közösség, ahol önfeláldozó szeretet van egy önző és élvhajhász világban. Egy olyan közösség, ahol bölcsesség van a burjánzó tudás és információ, illetve a technológia világában. Szóval egy olyan közösség vagyunk, amelyet alázat jellemez egy büszke, önérdektől vezérelt világban. Szóval egy olyan közösség, amelyet türelem jellemez a vágyaink azonnali megelégítésére csábító világban. Aztán, ahol együttérzés van, egy az erőszak és tragédiák miatt a szenvedés irán egyre érzéketlenebbé váló világban. Aztán, ahol építő beszéd van a romboló kommunikáció világában. Egy olyan közösség, ahol öröm van egy olyan világban, amelyet az élvezetek őrítő és hedonista hajszolása jellemez. Ahol mély kapcsolatok jellemeznek egy olyan közösséget, ahol a közösségek a világban mind felszínesek. Ez egy olyan közösség, ahol őszinte dicséretet kaphatunk egymástól, egy narcisztikus világban. Aztán, ahol derűs megfontoltság van a trivialitás világában. Egy olyan közösség, amely elkötelezett a teremtett világot és a társadalmat érintő fontos kérdések iránt egy olyan világban, amit az apátia és az érdektelenség jellemez. És végül egy olyan közösség, ahol örömteli céltudatosság van, egy önmagát céltalanul halálra szórakoztató világban. Ha ezek közül csak néhányat meg tudunk élni, már ki fogunk tűnni, és már látszani fog az, hogy mi életünk másról szól, és ez így van jól. Ez a cél, ez a misszió, erre hívott el bennünket Isten, hogy így éljünk, mint az ő királyságának népe a 21. századi káoszos világban. Ez jelenti azt, hogy hirdetjük, és meg is éljük a királyság evangéliumát. Ez a misszió, ami Urunk, Krisztusunk, Királyunk és Atyánk segítsen ebben bennünket. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked ezt a panorámát. Egy kicsit a mélyére mehettünk annak, hogy mi is az evangélium. Mit is jelent a királyság, és mit jelent a királysághoz tartozni, a királyság gyermekének lenni, egy polgárának. Köszönjük neked, Atyánk, hogy azzal, hogy 10-20 évvel ezelőtt, vagy akár csak néhány évvel ezelőtt elhittük először az evangéliumot, még nem is tudtuk igazából, talán nem is sejtettük, hogy mennyi mindent adsz nekünk az evangéliumban, és mire is hisz valójában bennünket az evangéliumban. Kérünk téged, Atyánk, hogy mi, akik már hozzád tartozunk, segíts, hogy tudjunk hűségesen a királyság polgáraiként élni egy olyan világban, amely teljesen ellentétes mindazzal, amiről a királyságot szól. És akik még nem tartoznak a királyságodhoz, Atyám, én könyörgöm azokért, hogyha most van itt valaki közöttünk, aki még nem ismert meg téged, legyen a mai nap a kezdete egy új életnek.
Kérünk ezért téged, Atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen.